Tavaly decemberben készültek ezek a felvételek, akkor a rendőrség és a Tolna megyei cigány önkormányzat közösen írt ki általános iskolás diákoknak rajzpályázatot. A két szervezet idén folytatja a gyerekeknek szóló programok szervezését. Ezúttal a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva szavalni hívják a fiatalokat. A szavalóversenyre azok a hátrányos helyzetű általános iskolai gyerekek jelentkezhetnek, akik vállalják azt, hogy videóra vesznek egy versmondásukat, amelyben Petőfi egyik költeményét mondják el. Ezt követően az a dolguk, hogy elküldik a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra a plakáton megadott e-mail címre az általuk elkészített felvételt, és március 3-áig ezt megteszik. A legjobb előadásokat szakmai zsűri hallgatja majd meg újra élőben. Március 14-én, egy nappal a nemzeti ünnep előtt, ott ugyanezt a verset kell majd előadni, amiről a videó is készült. A legügyesebb gyerekeket értékes ajándékkal lepik meg. Azok a gyerekek, akik a döntőbe jutnak és a legjobbak között lesznek, értékes nyereményekben részesülhetnek. Emiatt felhívjuk az összes általános iskola figyelmét arra, hogy a gyerekeket sarkalják arra, hogy minél többen jelentkezzenek a versenyre. A gyerekek a verseikről készült videókat a tolna.tkkm@gmail.com e-mail címre küldhetik.